Sátoraljaújhelyen a Szőlő utca 8 és 18 szám alatt található ingatlanok előtti támfal megerősítését végezheti majd el Sátoraljaújhelyváros önkormányzata annak érdekében, hogy az ott élők biztonságát a továbbiakban is garantálni tudja. Ehhez nyert pályázati támogatást mintegy 60 millió forintot. Ez esetben elsősorban a tavaszi esőzés volt az, ami kiváltotta ezt a helyzetet, bár a patak mentén már több esetben is volt, szintén Viszmajor pályázat segítségével elvégzett helyreállítás, van még teendő, tette hozzá a városvezetője. Sajnos vannak még olyan részei a patak partjának, mondjuk így, amit meg kell erősíteni, meg kell támasztani, mert fölötte rögtön lakóházak vannak, kertek vannak, udvarok vannak, tehát mindenképpen védeni kell a polgárok által teremtett értékeket. Ezért adtuk be a pályázatot, jó hír, hogy ezt meg is nyertük. Tehát ha kivitelező kiválasztva lesz, akkor a munka meg is indulhat. A másik esetben pedig szintén a átnedvesedett talaj, ez tavaszról szól, nyomásának következtében egy szakaszon kidült a zsidó temető támfala, kőfala, és ennek a visszaállítása, helyreállítása kell, hogy megtörténjen. Reméljük, hogy mind a két esetben olyan munkát tud majd a kiválasztott kivitelező elvégezni, ami megelőzi, hogy hasonló dolgok történjenek. Ez utóbbi esetben azonban még várják a nyertes pályázatról szóló értesítést. A 60 millió forintot teljes egészében a Szőlő utcai munkálatokra fordítja majd az önkormányzat. 100%-ig mondani, hogy nem lesz többet szükségünk Viszmajor pályázatra, nem tudok, mert hogy az elmúlt 26 évben szerintem egy tucatszor biztos, hogy volt, már eddig is. Viszmajor pályázat. A földrajzi helyzetünkből is adódik, hiszen a város egy hegy oldalára épült, vagy a hegy alá, közvetlen a hegynek a lába alá, és a nagyobb csapadék, akár holvadásról legyen szó, akár hosszantartó és intenzív esőzésről, az mindig azt jelenti, hogy valahol a víz utat talál, utat keres magának, és sajnos nem mindig úgy, ahogy mi emberek ezt elképzeltük. A munkálatok hamarosan meg is kezdődnek, tette hozzá a polgármester. Előbb kiválasztják a kivitelezőt, majd ezt követően kezdődhet meg a tényleges munka.